Kevesen tudják róla, hogy tanult szakmája szerint akár énekes is lehetett volna. De az élet másképp akarta, és hamar a politika lett a szakmája. Még a rendszerváltás előtti időt éltük, amikor először lett városvezető. Megint behívattak, hogy tanácselnöknek kellene lenni. 83 volt. 83, és akkor lettem tanácselnök. Na most ehhez Megint nem értettem. De azóta nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, hogy nekem az volt az óriási előnyöm, hogy az emberek között voltam évtizedekig. Tudtam a problémáikat, tudtam valók velük közösséget vállalni, éreztem, hogy mikor van gond, csak rájuk néztem, és, 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 és tudtam, hogy most itt meg kell egy kicsit csomogatni a lelkeket. A rendszer rendszerváltozáskor engem nem választottak meg. Néhány szavazattal kikaptam. Ezt nagyon-nagyon rossz néven vettem, hisz tornacsarnokot építettünk, hisz utakat építettünk, hisz a templomot rendbehoztuk, és ha úgy tetszik a jó Istentől kezdve mindenkire egy kicsit nehezteltem. És e, utólag jöttem rá, hogy valaki fönt ezt úgy akarta, hogy engem ne válaszanak meg a, 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 akkor a rendszerváltáskor, mert akkor elhittem volna magamról, hogy én nagyon okos vagyok, nagyon szép vagyok, nagyon ügyes vagyok, hogy én még egy rendszerváltás is túlélek. E, Megtapasztaltam ez alatt a négy év alatt, hogy milyen munkanélküliek lenni. Hat, hat hónapig munkanélküli voltam. Megtapasztaltam, hogy kik voltak a barátaim, és kik voltak azok, akik őszintén tiszteltek és szerettek engem. Egyáltalán megtapasztaltam, hogy milyenek az emberek. Igen, jól mondja a szerkesztő, úr, igen, kaptam hideget, meleget. Én utólag azt mondom, hogy nekem erre a négy évre nagyon nagy szükségem volt, mert biztos, hogy azt követően négyszer nem, nem választottak volna már meg, mert egy idő, egy idő után azért úgy vannak az emberek, ez a polgármestersége, és hogy már jó lenne valaki mást. Na most én hálás vagyok a sorsnak, hogy ez a négy év kimaradt, az összes keservével, fájdalmával, örömével, bánatával együtt. Minden választási kampányom szogelnye az volt, hogy szeretnék mindent megtenni, amit meg kell tennem. Ezt nem, ezen nem változtattam. A másik pedig az, hogy egy politika van, a várospolitika. Tehát én a mindenkori vezetőkkel, országgyűlési képviselőkkel tudtam, hogy muszáj olyan kapcsolatot kialakítanom, hogy hogy oda tudjak fordulni hozzájuk. Törekszik a jelenlegi városvezetés is arra, hogy a bátaszéki emberek kitűnő emberek, szorgalmas emberek, és nagyon-nagyon sok történelmi kudarcon és borzasztó dolgokon mentek keresztül, ha csak a székelyek kálváriáját, vagy a kitelepített svábok, akik így egyre kevesebben vannak most már Németországban, vagy a felvidékiek. Szóval ezeket az embereket összekovácsolni nagyon nagy feladat, de nagyon érdemes, mert iszonyatosan szorgalmasak és iszonyatosan rendes emberek. Ennek köszönheti Bátaszék, hogy itt tart, és ennyi minden történt Bátaszéken. Ebben a foglalkozásban azért az is vele tartozik, hogy 7000 embernek az igényeit az ember bármennyire is szeretné, nem, nem tudja kielégíteni. Van, akinek szimpatikus vagyok, van, akinek nem, de az öme a visszajelzések alapján, amikor az utcán végigmegyek, vagy a boltba bemegyek, hogy megállít és megszorítja a kezemet, még be a járvány is, az egészen biztos. Tehát, hogy ennek örülnek az emberek, és amennyi a Facebookra, meg amit én kaptam, és amennyi levelet kaptam, ez, ez azt jelenti, és azt jelzi nekem vissza, hogy igen, Örülök ennek a kitüntetésnek, és nem csak én örülök, hanem a bátaszékiek, akiknek köszönhetem ezt a kitüntetést. Ezt soha nem szabad elfelejteni.